Finom falatok ebédidőben, vagy egy kis nyári strandolás. Nem csak készpénzes fizetés lehetséges, hiszen egyre több munkavállaló kap béren kívüli juttatást, például szépkártyát. Három alzsebe van a szépkártyának, ugye az egyik a szálláshely, a másik a vendéglátás, illetőleg a harmadik hely az pedig a szabadidő zseb. Nagyon fontos tudni mindenkinek, hogy szálláshelyet mind a három zsebből tudnak fizetni, illetőleg ugye a vendéglátást, ha választják, akkor szintén abba éttermi fogyasztást és szálláshelyet, illetőleg a harmadik zsebnél, ugye amikor a szabadidő zsebről beszélünk, akkor az akár egy strandbelépő, akár egy állatkerti belépő, koncert, színház, bármi egyéb, és szálláshely is lehetséges, hogy beváltsák. Nálunk a társaságnál a magyarországi vendégek költéseinek közel 10%-át fizetik egyébként szépkártyával, ami számokban kifejezve például 2016-ban 72 millió forintot költöttek szépkártyával. Egy társaság életében, mondjuk egy olyan léptékű társaság életében, mint a Sóstó Gyógyfürdők ZRT, ez egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó szám. A következő napokban, május 31-ig lehet a 2015-ös feltöltéseket felhasználni. A 2015-ös kafetéria juttatásokat a 69 milliárd forint jött a szépkártya birtokosok számlájára. Ennek már több mint 97%-át elhasználták a kártya birtokosok. Ez azt jelenti, hogy az OTP szépkártya csak a 2015-ös feltöltéseknek köszönhetően már több mint 67 milliárd forinttal járult hozzá a hazai turizmus és vendéglátás élénkítéséhez. Jelenleg még 168 ezer munkavállaló rendelkezik lejáró egyenleggel, nekik összesen több mint 1,9 milliárd egyenlegben még a számlájukon, amit május 31-ig kell elhasználniuk. Mert május 31-ét követően ezek az egyenlegek már nem lesznek elérhetőek a kártyabirtokosok részére. Amennyiben valaki nem költi el szépkártyás 2015-ös juttatását, az összeget azon munkáltató vagy annak jogutódja kapja vissza, akitől a feltöltés érkezett.